Co je to, Katka? Ne. Székely Kornél vagyok, Szabadkáról érkeztem. Ottan a Szabadkán egy étteremben dolgozok, mint konyhafőnök. Az étterem neve Siráz Plus. Ez a Palocs úton található. Én szakács vagyok, most 9. éve üzem ezt a szakmát. És mostan ezen a héten átjöttem ide a Pista bácsihoz, megkért, hogy csináljunk mi közösen ketten egy ilyen szerb esték, szerb hetet. Szóval szerb ételeket fogunk minden este készíteni. Az étlapon nagyon sokféle étel megtalálható, ami kizárólag csak is faszin parázsons készül. És ezek mind frissen sült ételek, itt nincsen semmi se előre lekészítve, ezt akkor, amikor a vendég megrendeli, akkor van elkészítve és találva. A menü tartalmazza a szerb ételek valamennyi különlegességeit, ezeken belül a csevapcsicsi, amit csevapcsicsának mondanak, keszkavica, azon kívül rablóhús, ami nálunk a neve Svinski Rázsnyics, csirkemell, békonszalonnába tekerve, gurmám pleszkavica, ami picikét csípős, picikét pikánsabb ízű, mint a rendes pleszkavica, szóval az igazi pleszkavicában csak hagyma van, amit pleszkavicának hívnak. Na most itt mi ezeket az ételeket sütjük a kollégával, aki itten a Süszivadász konyhafőn séfje, aki nekem segít ebben a munkában. Az ételeket különböző körettel tálaljuk, ez tejfölös hagyma, sült krumpli, ajvár teszünk mellé, körözött túró. A desszert az egy vanília fagylalta töltött palacsinta, ami forró mécsószal van leöntve. Szóval ezt melegen ajánlom, mert ez nagyon-nagyon finom. A szerb konyha az valójában tartalmazza azt, amit itten ma este látnak, és ezen kívül még van többféle étel, amik szintén nyárson sültek, tehát bárány, malac, stb. Ilyen dolgok, amit ugyanígy faszin parázson sütnek egészben. Mifelénk ez a divat, ez a szokás. Szóval náluk nincsenek az ilyen ételek, mint amit itt láttam étlapokat Magyarországon, hogy sokféle ragú, sokféle öntet, kicsikét húzamosabb előkészítés. Nálunk ez egyszerűbb. Az ételeket nem pácoljuk el, nincsen pácolás. Szóval én ezt, amit itten csinálok, amit csináltam, én ezt mind ma csináltam. Friss húsból csináltam ma, készítettem elő az egészet, töltöttem, fűszereztem, ez mind ma. Szóval nincsen pácolt húsok, mint ahogy itten a bélszín, a hátszín, az nálunk nincsen. Ami a zöldségféliket illeti, a salátaféliket, ide én hoztam magammal 5 féle salátát, talán 5-6 féle salátát, ami tartalmazza a szerb salátát, a sopska salátát, az urnabesz, vagyis a körözött túró, az is szintén mehet, mint köret, mint saláta, a sült paprikát, a sült erős paprikát, az ajvárt, itt nálunk ezekből lehet választani. És ezek például a szerb saláta, az 4 féle összetevőből áll, paradicsom, paprika, vöröshagyma és uborka. És ez aztán enyhén van fűszerezve, ecettel, sóval, pici olajjal. A sopska saláta ugyanez az összetevő, ugyanez a 4 féle zöldség, annyi, hogy mikor megvan a saláta, akkor reszelünk rá feta sajtot föntről, szóval akkor ilyen hófehér lesz neki a teteje, és nagyon finom. Mi Vajdasági Szegeden, hogyha átjövünk Szegedre, itten javarészt a magyar főtételt nagyon szeressük, a gulást,
a különböző ragukat, amik nagyon érdekes ízűek és különös fűszerezéssel rendelkeznek, mert nálunk nem található még ennyiféle fűszer a konyhában. Itten egész más. Itten, ahogy most is, ahol ebbe konyhában voltam, én láttam a fűszerpultot, nagyon sok fajta féle fűszer van, amit én speciál nem használok. De hát itten megvan, hogy ez az igenis kell ahhoz az ételhez. És még hogy a halászló ne feledkezzek el, azt is nagyon szeretjük mi, hogy is mondjam, azt a vajdasági magyarok, akik átjönnek ide, mert kitűnő a halászlójuk, és szeretjük, mikor csípős, pikáns, és itten egész más az elkészítése, itten többféle halból csinálják, és más a recept, más minden. Itten ezek a szokások nálunk, a másmilyenek a szokások nálunk, az válik be, itt pedig ez válik be.